következő lehetőségnél fordulj balra. Itt láthatjátok az iPhone-on az új iGo-t. Ez most berepülés módban fut. A képernyő minden fontos információ rajta van. Bal oldalon felülről kezdem. Ugye 1050 méter múlva jobbra kell tartani. 10,2 km van még hátra az útból. 17 percig fog tartani a szoftver értékelése szerint az út. A körülbelül érkezési idő 15 óra 9 perc. Jobb oldalon az a hosszú csík, azzal tudjuk a demót a következő fordulókon keresztül elvezetni a célig, ha manuálisan akarjuk, alul az állja meg tudjuk állítani a demót. Felül a táblákon láthatjuk tulajdonképpen azt, amit az életben, hogyha a baloldali sávokban haladunk, akkor a Petőfi hídra mehetünk a baloldali két sávban, de miután ez nekünk nem kell, ezért az a sáv sötétebb, míg a jobboldali táblán látjuk a világos fehér felirattal, hogy az Erzsébet híd felé a jobboldali két sávban kell haladnunk. A szoftver kinézete teljesen hasonlít az Amigóra. Ugyanazok a színek, ugyanazok a táblák és ugyanaz a kezelési mód. Ahogy a Budaörsi úton haladunk kifelé, fölül láthatjuk, hogy így a 2-es, a 10-es és a 11-es út, tehát a Margit híd felé vagyunk irányban, 1550 méter múlva kell jobbra tartani, tehát nem megyünk fel a magcsomópontra, hanem elmegyünk mellette. A szoftver nem beszél sokat, szigorúan csak akkor szólal meg, amikor szükség van rá. Végre jól láthatóak a buborékokban az utcanevek. Menet közben egy pillantással elolvashatóak. Sokkal jobb, mint a régi megoldás, ahol a térképen voltak az utcanevek. 300 méter után, tarts jobbra! Fölül szintén látható a táblákon, hogy bal oldalon az Erzsébet híd felé haladnánk, ez egyébként a Bach csomóponti felüljáró lenne, jobb oldali két sávban pedig a Margit híd felé. Tarts jobbra! Tehát ebből azt kell értelmezni, hogy elmegyünk jobb oldalon a Bach csomóponti felüljáró mellett. Jól láthatjuk, hogy a program sebességtől függően közelít, illetőleg távolít a térképre, mindig a megfelelő mennyiségű információval rendelkezésünkre. Úgy gondolom, hogy ennyi idő alatt kellemesen meg lehetett ismerni a program működését. Még egyszer emlékeztetőül, fölül azt látjuk, hogy merre tartunk. Bal oldalon a 840 méter múlva a jobbra tarts mutatja.
6,5 km van még az úti célunkig, még 12 percet fogunk haladni. Várható érkezés 15 óra 8 perckor. Az előbb felvillant a sávasszisztens fölül, ami ismét abban segít, hogy minél könnyebben megtaláljuk, hogy merre kell mennünk. Jobb oldalon az a 3D-s hosszúkás épület, az a déli pályaudvar lenne.